Rita, aztán Ildikó. Ismeretlen tettes ellen tesz feljelentés Balsó István véletlenül. Ami személy szerint engem illet, én a jobb klikken fogok továbbra is hetente többször bejegyzéseket készíteni, de ez kampánytól függetlenül. Ildikó? Ismeretlen tettes ellen. Nem látjuk bizonyítottnak a dolgot, mi arra kérjük a hivatalos szerveket, hogy vizsgálják meg újra a tényállást, hiszen a fővárosi ítélőtábla ítélete a mi megítélésünk szerint új fénybe helyezi a 2006-os eseményeket. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm. Igen, bocsánat. Ki az, aki? Bocsánat, nem értettem. Nyilván a Facebook felhasználók. És ez eléggé sokrétű csoport. Én úgy gondolom, hogy miután szeretnénk megnyerni a választást, ezért minden egyes célcsoportot és minden társadalmi csoportot szeretnénk megszólítani, minden kommunikációs csatornát szeretnénk megragadni, ahol kapcsolatba tudunk lépni a választókkal, vagy közvetlenül, vagy a modern technika adta lehetőségekkel, nyilván a Facebook is egy ilyen lehetőség. Ami pedig a vizsgálatot illeti, mi demokrácia problémát látunk ebben. A demokrácia speciális politikai rendszer abból a szempontból, hogy itt a választópolgárok hozzák meg a döntő mozzanatát a politikai rendszer működtetésének. Ehhez információkra van szüksége a választópolgárnak. Ha a választópolgárok elől adatokat titkolnak el, vagy félrevezető adatokat közölnek velük, akkor nem tételezhetjük fel azt, hogy a legjobb tudása szerint hozta meg a döntését a választópolgár. Én úgy gondolom, hogy a jövőre vonatkozóan és a jövő tekintetében is tisztáznunk kell ezt a mostani helyzetet, éppen azért, hogy ne fordulhasson elő még egyszer ilyen Magyarországon. Köszönöm szépen. Igen, Csaba, bocsánat. Másodikkal kezdem, hogy tekintettel arra, hogy az ártatlanság véleme mindenkit megillet, és itt mi gyanúsítottat sem nevezünk meg, illetve nem is jelentünk fel senkit, következésképpen nem hiszem, hogy ez önmagában érintene bárkit is személy szerint. És azért most döntött úgy az elnökség, mert most hallgattuk meg Balsó István tájékoztatóját a határozattal kapcsolatban, tekintettük át az immáron 2006-os ügyet, és ez alapján döntöttünk úgy, hogy megbízunk Balsó Istvánt a feljelentés megtételével. Igen, tessék. A Magyar Nemzeti Bank elnöke független, a jogszabályban garantált függetlensége van, ilyen értelemben nem látok eszközt arra, hogy itt bármilyen probléma is lenne. Az, hogy mi azt mondtuk tegnap, hogy ezt a 6%-ra történő kamat csökkentést, ezt mi egy évvel ezelőtt javasoltuk, ez nem csak a mi álláspontunk, ezt mások is mondták, és mind a mai napig mások is sokan bírálják a jegybankelnök tevékenységét. Mindettől függetlenül tiszteletben tartjuk a jegybankelnök függetlenségét és a jegybank függetlenségét is. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmüket, és további jó napot!